Mózes negyedik könyve, 33. rész. Izrael táborhelyei a pusztában. Ezek Izrael fiainak a táborhelyei, attól fogva, hogy seregeik Mózes és Áron vezetésével kivonultak Egyiptomból. Mózes ugyanis az úr parancsára mindig főjegyezte, ha tovább indultak a táborhelyeikről. Ezek azok a táborhelyek, ahonnan elindultak. Elindultak Ramszeszből az első hónapban, az első hónap 15. napján. A páskát követő napon jöttek ki Izrael fiai, az úr kezének oltalma alatt, egész Egyiptom szeme láttára, miközben az egyiptomiak sorra temették mindazokat az első szülötteket, akiket megölt az úr, mert az úr ítéletet tartott isteneikem. Elindultak tehát Izrael fiai Ramszeszből, és tábort ütöttek szukkódban. Elindultak Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban, a puszta szénén. Elindultak Étámból, és Píhahirót felé fordultak, Balcefonnal szemben, és tábort ütöttek Migdól előtt. Elindultak Píhahirótból, és a tengeren átkelve elérkeztek a pusztába. Három napi utat tettek meg az Étám pusztában, és tábort ütöttek Márában. Elindultak Márából, és eljutottak Élimbe. Élimben volt tizenkét forrás és hetven pálmafa. Tábort ütöttek ott. Elindultak Élimből, és tábort ütöttek a vörös tenger mellett. Elindultak a vörös tengertől, és tábort ütöttek a színpusztában. Elindultak a színpusztából, és tábort ütöttek Dovkában. Elindultak Dovkából, és tábort ütöttek Álúsban. Elindultak Álúsból, és tábort ütöttek Refidimben ott nem volt a népnek ivóvize. Elindultak Refidimből, és tábort ütöttek a sínai pusztában. Elindultak a sínai pusztából, és tábort ütöttek Kibrót talvában. Elindultak Kibrót és tábort ütöttek Hacéródban. Elindultak Hacérótból, és tábort ütöttek Ritmában. Elindultak Ritmából, és tábort ütöttek Rimmon Pérecben elindultak Rimmon és tábort ütöttek Libnában. Elindultak Libnából, és tábort ütöttek Risszában. Elindultak Risszából, és tábort ütöttek Kehélátában. Elindultak Kehélátából, és tábort ütöttek a Seferhegynél. Elindultak a Seferhegytől, és tábort ütöttek Harádában. Elindultak Harádából, és tábort ütöttek Maghélódban. Elindultak Maghélótból, és tábort ütöttek Tahadban. Elindultak Tahadból, és tábort ütöttek Terakban. Elindultak Terakból, és tábort ütöttek Mitkában. Elindultak Mitkából, és tábort ütöttek Hasmónában. Elindultak Hasmónából, és tábort ütöttek Elindultak Mószéródból, és tábort ütöttek akánban. Elindultak Bené és tábort ütöttek Hórhagidgádban. Elindultak Hórhagidgádból, és tábort ütöttek Jódbátában. Elindultak Jódbátából, és tábort ütöttek Abrónában. Elindultak Abrónából, és tábort ütöttek Eciongeberben. Elindultak Eciongeberből, és tábort ütöttek a címpusztában levő Kádésban. Elindultak Kádésból, és tábort ütöttek a Hórhegynél Edom országának a határán. Ott Áron főpap fölment a Hórhegyre, az úr parancsa szerint, és meghalt a negyvenedik évben, azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból az év ötödik hónapjában, a hónap első napján. Áron 123 éves volt, amikor meghalt a Hórhegyem. Akkor hallotta meg a kánaáni arád királya, aki Kánaán földjén, a délvidéken lakott, hogy jönnek Izrael fiai. Ők pedig elindultak a Horhegytől, és tábort ütöttek Calmónában. Elindultak Calmónából, és tábort ütöttek Púnomban. Elindultak Púnonból, és tábort ütöttek Óbódban. Elindultak Óbódból, és tábort ütöttek Ié a Muáb határán. Elindultak Ié abárimból és tábort ütöttek Dibongádban. Elindultak Dibongádból, és tábort ütöttek Almón Diblátaimban. Elindultak Almón Diblátaimból, és tábort ütöttek az Abárim hegységnél Nebóval szemben. Elindultak az Abárim hegységtől, és tábort ütöttek a Jordán mellett Jerikóval szemben. Ott táboroztak a Jordán mentén, Béthajesi módtól, Ábél hasítim még Muápségságán. Azután így beszélt Mózeshez az úr Muápségságán, a Jordán mellett Jerikóval szemben. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik. Ha átkeltek a Jordánon, Kánaán földjére, üzzétek ki magatok elől az ország minden lakosát, pusztítsátok el összes bálványukat, öntöd bálványszobraikat is mind pusztítsátok el, és tegyétek tönkre valamennyi áldozó halmukat. Vegyétek birtokba az országot, és lakjatok abban, mert nektek adtam azt a földet, hogy ti birtokoljátok. Sorsvetéssel osszátok fel örökségül az országot nemzetségeitek között. A nagyobbnak nagyobb örökséget adjatok, a kisebbnek pedig kisebb örökséget juttassatok. Mindenki azt kapja, ami a sorsvetéssel jut neki. Az ősi törzsek szerint osszátok szét az örökséget, de ha nem űzitek ki magatok elől az ország lakosait, akkor tüskévé lesznek a szemetekben, és tövissi az oldalatokban azok, akiket meghagytuk közülük, és szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen lakni fogtok, és majd veletek bánok el úgy, ahogyan ővelük akartam elbánni.